Kedves testvérem! Tudatom veled, hogy mindent tudok. Ne is tiltakozz, csak olvasd el az alábbiakat, és akkor majd igazat fogsz adni nekem, és talán egy kicsit elszégyelled magad, és megértesz engem valamennyire. Ne félj, nem sértődtem meg, csak a lényeget akarom megmagyarázni neked, mert elegem van abból, hogy mások magyarázzanak. Helyet. Most én jövök, ha megengedek, ha megengeditek. Kezdjük azzal, hogy az első férjem, Kultéti Gyula, nemrégiben egy autót vásárolt. Skodát. Skodát. A színem mustársárga. És hogy múlt vasárnap reggel szépen beült ebbe a mustársárga kocsiba, és lement hozzá Gyömrőre, és hétfő reggelig ott is maradt. Hajnalban tőletek indult vissza Pestre, úgy ment be a munkahelyére. Ha csodálkozol, honnan értesültem én erről, hát tudd meg, hogy nekem is vannak jó embereim. Igen, egész vasárnap vele beszélgetett, és hát te voltál az állandó téma. Éppen misére mentem azon a vasárnapon, és felfigyeltem a háza előtt álló Skodára. Belestem az ablakon, és ott láttam, ahogy róla tárgyalnak. Hát az ablak egy kicsit nyitva volt, Gyömrön is jó nagy volt a hőség múlt vasárnap. Volt legalább, vagy szóval csak halkan be kellett nyitnom a kapun, oda lopogodni a bokor mellé, és néhány szót már is elkaphattam. Így tudtam meg, hogy vasárnap délelőtt az első férjem Skultéti Gyula ezzel kezdte a témát. Hogy én az Irént szerettem, mindig is szeretni fogom, az biztos. Hát, így mondta. Így? Ja. Így. Én az Irént szerettem, mindig is szeretni fogom, az biztos. Erre te nevettél egy jót, és azt mondtad Skultétinek. Na, az biztos, hogy te meg vagy bolondul, amikor tudod jól, hogy az én nővérem, hát az nem normális. Bocsánat. Ez volt a nyitány. Igen. Na, én ezek után aztán elmentem misére, hazamentem, hát megebédeltem, aztán nem is tudom, mit csináltam. Utána, de minden esetre délután, úgy 4 óra felé, hát én megint oda keveredtem valahogyan. A Skoda. Az még mindig ott állt. Ezért megint halkan benyitottam a kapun, és Lábujhegyen az ablakhoz mentem. Hú, hát akkor már eléggé be voltak rúgva. Tele volt az asztal boros üveggel, fröccsöztek. Ez oda is volt. Hát a dolognak ez a rész engem nem érdekel. Akkor is ott rúgtok befelőlem, ahol és amikor csak akartok. De az annál inkább érdekel, mert engem érint az, hogy Skultéti akkor már arról beszélt, ami egyáltalán nem tartozik rá. Illetve még ez se érdekel. Mondjon csak, lásson csak, amit akar, magánügye a véleménye. Ő ugyanis egy senki és egy semmi. Olyan, hogyha ránézek, mintha egy kályha csőbe néznék, ami derékszögű és meghajlított. Amiből még ki se lehet látni a túloldalán, csak egy nagy feketeség. De még ez is rossz kifejezés. Mert a feketeség az valami, de Skultéti még az se. Csak semmi. Mindezért ő a véleményével együtt, meg a Skodájával együtt nem érdekel. Engem csak az érdekel most, amit te mondtál neki. Hála, ne is folytasd, Gyula! Há, nekem nem kell bemutatni az én nővéremet. És ráadásul nevettél is, és legyintettél is. Na, ennek hallatára határoztam el, hogy azonnal írok neked egy levelet, mert neked szégyenkezni kell ezért.
Mert neked nem szabad olyanok lenni, mint a többiek. Vagy azt akarod, hogy kezdjek el gondolkozni és sajnálkozni azon, hogy miért éppen te vagy a testvérem? Vigyázz! Mert ez nagyon könnyen megy nekem. Mert legyinteni én is tudok. Úgy látszik, ez nálunk családi. De én inkább felvilágosítalak téged egy levélben, mert neked érteni kell engem. Hát nincs jogod a skultéti szemének hinni, és azt mondani rám, hogy nekem nem kell bemutatni az én nővéremet, és legyinteni rám, és nevetni. Úgy látszik, be kell mutatkoznom neked. Hát, tessék, itt ez a levél, magyarázatnak szánom mindenre, és sajnálom, hogy szükség van rá. Talán, ha elolvasod, rájössz, mekkorát tévedtél, amikor bolondnak neveztél, mert a bolondok nem ilyenek. Még annyit ehhez a bevezetéshez, hogy jelenleg Visegrádon töltöm a szabadságomat egy 3 épületből álló szotüdülőben. Én a B épületben lakom 2 idős szobatársnőmmel, akik most, amikor neked írok, a szobában tartózkodnak és kötnek. Néha a 2 készülősától felnéznek és engem bámulnak. Ezért vigyáznom kell az arckifejezésemre, pedig nem könnyű, mert nem tudok dönteni az érzéseim között. Szeretnék ott lenni, amikor majd olvasod ezeket a sorokat, és magyarázatokat fűzni minden szóhoz, felvilágosítani téged, hogy érdekelt vagy az alábbiakban, ugyanis hasonlítunk egymásra. Ugyanazokat a jeleket látom rajtad, és amiket magamon, igaz, hogy más módon, de tulajdonképpen az én végleteim között járkálsz fel alá te is. Ezért, ha figyelsz, magadra ismerhetsz majd a levelemben. Szeretnék jelen lenni, amikor olvasod, de elbújni is. Ez a másik, amit érzek. Miért kell ezt érezni nekem? Miért kell mindenemhez hosszas magyarázatokkal szolgálni, vagy még előtted is szégyenkezni? Miért? Minek leveleket írkálni? Nem akarok. Ez a 2 öregasszony a mozgó kötőtűk fölött nézi, hogyan gondolkozom ezen. A tudomásodra akarom hozni, hogy velem már jó ideje, semmi sem történik véletlenül. Az eseményeket logikus sorba tudom állítani, velük együtt változom én is. A tanulságaik alapján változtatni tudok rajtuk. Hogy kézben tudom tartani a dolgokat, átlátok az eseteimen, mert átláthatók, és rendbe állíthatók, hogy mindennek van jelentése, és én ismerem a jelentésüket, és közölni is tudom veled, mert veled akarom. Zavar ez a 2 öregasszony, de megpróbálok nem figyelni rájuk. Igen. Na, a következőket mondta az ember, a testvérednek gyönyörül. 1. Azt mondta, hogy látott téged a Nagymező utca és a Majakovszki utca sarkán egyik este, amint éppen egy férfi pofozott. Kaptál tőle legalább 4-et. A falnak estelés nem is védekeztél. Na, ezt látva a skultéti megállította a Skodáját, és oda ment, hogy rendet csináljon. Hát mi? Hát én természetesen oda mentem, és rászóltam erre a férfire. Erre Irén, akinek már véres volt a szájad, az elkezdett velem kiabálni, hogy leavatkozzak-e meg abban, mivel nem rám tartozik. Na, hát ekkor én döbbenten ott hagytam őket, és visszaültem a kocsiba. Ahonnan még láttam, hogy Irén elrángatja ezt a férfit, és együtt elmennek, pedig már alig állt a lábán. Hát ez már egy sorozat betetőződése volt. Úgy 6-8 hónappal ezelőtt történhetett, 3 évvel a válásunk után. És ez volt az utolsó lökés. Na hát, ezért jöttem ki végül is Gyömrőre. Valakivel meg kell osztanom az Irén miatt érzett aggodalmam. Már elnézést, de hogy képzeli? Mondta skultéti Gyula. Hogy minket békén, édesem! Kiáltottam rá, jó dühösen. Tűnj
most innen el! Ülj be az autódba, és húzz el szépen. Ekkor hirtelen elszelelt, de még titokban kifigyelt, hogy a férfit én rángatom, bár alig állok a lábamon. És megyünk, imbolygunk, csak támolygunk valahová, egy kicsit jobbra, aztán meg balra, valahová, ki tudja hová. És megyünk, imbolygunk, csak támolygunk valahová, egy kicsit jobbra, aztán meg balra, valahová, ki tudja hová. Hát, ami a látványt illeti, engem valóban megpofosztak a Nagymező és a Majakovszki utca sarkán. Mi? De az igazságot már sokkal nehezebb elmondani, és az nem is férne bele a skultéti szemébe. Sem a te legyintésedbe. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy én nem is ismertem azt a férfit, aki felpofozott engem akkor. Vagyis nem. Inkább induljunk el máshonnan. Jó. Legyen a végpont ez a pofoszkodás. Akkor talán könnyebb lesz megérteni engem. Vegyünk egy másikat a múlt vasárnap elhangzott rólam szóló történetek közül. Majd honnan is induljak? Volt az ott körül. Hogy? Honnan is induljak? Még az a... Honnan is induljak? Az a körömhullós eset is, tudod, amikor... A tudomásodra akarom hozni. Hogy velem már egy jó ideje semmi sem történik véletlenül. Az eseményeket logikus sorba tudom állítani. És velük együtt változom én is. És a tanulságaik alapján változtatni tudok rajtuk. Hogy kézben tudom tartani a dolgokat, átlátok az eseteimen, mert átláthatók és rendbeállíthatók. Hogy mindennek van jelentése, és én ismerem a jelentésüket. És közölni is tudom veled, mert veled akarom. Nagyon zavar ez a két öreg asszony. De megpróbálok nem figyelni rájuk. Tudod, amit az előbb a körömollós eset is téma volt Gyömrön. Tudod, amikor Skultétival majdnem megöltétek egymást. Na, a Skultéti ezt az esetet sem hagyta ki a felsorolásból, és a testvére, tehát az úgy nevetett, mint akit csiklandoznak. Igen. Hát ez egy este történt. A jutalomosztás után, igen.
Addig én eléggé szórakozottan éltem. És aznap vettem észre magam, kezdtem el értékelni a dolgokat. Igen. Jó, jól van. Jól van, kezdjük el innen. Talán, ha belemelegszem, a szobatársnőim se zavarnak ennyire. Figyelj nagyon! Elkezdem. Hé, 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 hó, 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 nem lesz ez így jó. Hé, 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 hó, 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 nem lesz ez így jó. Esti suliba járok, kettőre is, ugye szép? Na mit szólnak hozzá? Öcsém azt mondaná, hogy egy is elég lenne nekem. Felsőfokú közgazdaságtan és francia nyelvtanfolyam, de mindkettőt ott kell hagynom, mert út közben elakadok itt meg ott. Sosem érem el az intézetet, sem a technikumot. Hey, 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 ho, 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 nem lesz ez így jó. Hey, 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 ho, 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 nem lesz ez így jó. Egyszer emlékszem, fogadás volt az intézetben, s mert évfolyam első lettem, én is elmentem. A fiunkat anyámra bíztam, nagyon siettem, és vigyáztam a sárra, pocsolyákra. Jaj, csak nehogy belelépjek, de hirtelen gurultam a lépcsőkön le a sárga metró koszos kövezetére. Ah, na jó, a bokám is jól meghúztam. Felálltam, és kit láttam? Hát Skultét Gyulát. Hé, 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 hó, 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 nem lesz ez így jó. Hé, 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 hó, 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 nem lesz ez így jó. Engem bámult, gyorsan megigazítottam magam, meg a hajam, csak álltunk és bámultunk. Nagyon fájt a bokám, jól megagadt. Vártam, csak vártam, hogy menjen végre el. A szerencsétlen válásunk óta nem láttam. Felszálltam hát egy érkező járatra, de késve értem be az évzáróra. Hé, 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 hó, 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 nem lesz ez így jó. Hé, 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 hó, 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 nem lesz ez így jó. Hó, 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 nem lesz jó. Hó, 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 nem lesz jó. Aznap hamar hazamentem. Otthon jó alaposan hajat mostam. Borogatást tettem a bokámra, leültem, és bekapcsoltam a hajszárítót, és a fejemre irányítottam a meleget. Na és innentől kezdve kérlek, nagyon figyelj, mert akkor kezdődött el. Ott ültem, 32 évesen annak a másfél szobás lakótelepi lakásnak a félszobájában, amit Skultéti hagyott ránk a válásunk után. A nagy szobában aludt a 6 éves fiam és anyánk, én a hajamat szárítottam, és rossz kedvem volt a történtek miatt, és fájt a lábam is, és mintha a hajszárítóból kijövő forróság lökte volna meg, úgy járt a fejemben körbe-körbe minden, hogy azt hittem azonnal kiabálni kezdek, hogy azok felébrednek ott a szomszéd szobában. Lássuk csak, lássuk csak! Mi is történt velem akkor? Hát valahogy úgy tudnám röviden összefoglalni, hogy újból megfordult előttem maga körül az összes esemény, amiben addig részt vettem. Felsoroltam őket. Láttam az összes lehetőségemet. Áttekintettem mindent.
beszéltem is magamban. Valami már utolért, úgy érzem. Valami történt, de miért nem értem. Mert minden csak lett, bekövetkezett. A férj, a gyerek, a vállás, a munkahely. Én nem így terveztem, én nem ezt akartam, nem én alakítottam. Csak lett, 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 és lám ide jutottam. Csak lett, 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 és lám ide jutottam. Az élet meg sem kérdezett. Tararira, 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 rarara. Tararira, tararira, tararara. Valami már utolért, úgy érzem. Valami történt, de miért nem értem. Itt tartottam. Épp hogy elkezdődött. Még a hajam is nyírkos volt, amikor csengettek. Leállítottam a hajszárítót, oda sántikáltam az ajtóhoz, és... Hát így kezdődött el a körömollós eset. Amin annyira szörnyűködtek a gyömrőn. Szia! Szia! Mit akarsz? Nem tudnák kölcsön adni pár száz forintot? Tessék, 500 forint. Anyámnak is visszaadhatod, ha nem találsz itthon. Kösz. Bejössz? Persze. A gyerek? Jól van. Most alszik. Anyám is. Jól van? Anyám? Ne radj, egy gyerek. Jól. Alszik. Kérsz... Mi fáj? Mi van? Egy kicsit inni. Nem, köszönöm. És mi történt? Hát elestem. Fogadásra mentem a francia intézetbe, képzeld? Évfolyam első lettem. Gratulálok. Megbotlottam a metróba. Több lépcsőfokot is gurultam, aztán a bokámat csúnyán meghúztam. És odaértél? Igen, oda. Hát ott kellett állnom a többi évfolyam első között a dagadt bokámmal. Pedig borzasztóan fájt a lábam. Aztán jutalomkönyveket osztogattak ki az öltönyös tanárok. Mindenkit külön megtapsoltak.
Hát a nevem kezdő betűje miatt én voltam az utolsó. Nehezen mentem ki a dagadt bokámmal. Addigra már mindenki unta egy kicsi az egészet. Megálltam a díszasztal előtt, keresgélni kezdték az engem illető jutalomkönyvet, de nem találták. Nem, de hogy, hogy nem találták? Valahol elkallódott, de nem érdekelt engem már az, így csak a lábam. A többiek meg idegesen várták, hogy mikor adják már ennek is oda a jutalomkönyvét, aztán jöjjön az állófogadás. Képzeld, elküldtek egy alkalmazottat, hogy hozzon egy pótkönyvet. 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 Az alkalmazott elment, és csak nagy sokára jött vissza a pótkönyve. Hát a dicsérő ajánlást, meg a nevemet, meg a dátumot már bele se írták, csak kezet fogtak és átadták. És aztán mindenki megkönnyebbülten tódult át a nagyterembe. Én meg elbicegtem onnan. Nem vettem részt az állófogadáson. És te? Fáj még? Vagy... Kicsit. Minden rendben? Ja, persze, hát van új állásom. Igen? Amúgy igen, ja, minden rendben. Vettem egy új autót. És milyen? A mustársárga. Jó, de milyen autó? Skoda! Ó, mesélj csak még, mesélj tovább. Hát te voltál mellettem 4 éven át. Rád csodálkozom, mint még sosem. Hát te voltál tényleg az én férjem. Most figyelek rád, hogy mozog a szád, folyik dől belőled a múlt. Nézlek csendesen, csak nézem a szemed szeliden. Jó, hogy eljöttél, és itt ülsz velem, hol rontottam vajon el, és te mit nem? Mit kellett volna másképp tenni, hogy ne az legyen a vége, pont kész ennyi. De mindegy is, szuverének vagyunk már, különének kísértéged. Miért nézel most így rám? Semmit nem változtál, olyan vagy, mint rég. Elég, elég, egy biztos, én rájöttem. Nem voltam kész, egyszerűen nem voltam kész, amikor hozzád nőül mentem. Tá, ré, rá, 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 tí, rá, 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 tá, ré, rá, 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 tá, ré, rá, 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 tá, ré, rá, rá, tá, ré, rá, 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 tá, ré, rá, 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 tá, ré, rá, rá, rá. A figyelmem lassacskán megoszlott néhány apróság között. A skultéti változó arcát néztem, meg a saját kezemet, meg egy kicsi körönvágólót az asztalon, szórakozott lettem, ami nálam a legrosszabb előjel. Ismétlem, ami most következik, az az utolsó lökés lesz, ne ítélj meg érte. A baj akkor kezdődött, amikor a volt férjem egyszerre csak abba hagyta a suttogást, és csend lett. Hallgattunk. Várta, hogy mondjak valamit. Vártam, hogy mondjon valamit.
És a tekintetem irányát követve egyszerre csak észrevette a kis körömvágó ollót az asztalon. Mindketten azt néztük egy bizonyos ideig. Fáj a lábam. Nem tudok elég gyorsan futni. Mit néz úgy? Ez a kicsi körömvágó olló veszélyes fegyver lehet, ha ügyesen használják. Körömvágó ollót nézi. Ez az ember gyilkosságot kísérel meg vele. Ellenem. Ez teljesen elborult. Csak nem akar valamit azzal az ollóval. Igaz, hogy ketten is alszanak a szomszéd szobában, de néhány ügyes mozdulat is fel se ébrednek. Úristen! Meg akar ölni! Le kell csapnom az ollóra, mielőtt megkaparintaná. Skultétinek mindig túl sok volt a hátsó gondolata, én ezt éreztem. De szokásom szerint nem voltam hajlandó észrevenni őket az együtt töltött időnk alatt, mert nekem meg egyáltalán nem voltak hátsó gondolataim, vagy ha voltam is, voltak is, nem voltam hajlandó tudomásul venni őket. Eltekintettem tőlük. Kényes voltam. Nem hagytam magam belerángatni az emberek dolgaiba. Így történt a válásunk is. Az én hibámból. Házasságunk negyedik évében Skultéti bejelentette, hogy őszinte lesz. Már 6 éve áll egészen közeli kapcsolatban egy nővel. Hát eddig nem tudott szakítani vele. De most, hogy bevallotta nekem, talán képes lesz rá. Ha megbocsájtok. Most mi van? Mi? Most miért nevet? Hát gondolj csak meg. 4 éve vagyunk házasok, hm? Igen. És te már 6 éve állsz szoros kapcsolatban egy nővel. Tehát az esküvőnk előtt 2 évvel kezdtétek el, és a házas életünk alatt is folytattátok. Jó van, te ezen benne most mit nevetsz? Micsoda szervezés, micsoda észjárás, micsoda gondolatok szükségesek ehhez. De ez nem normális. Nem az. Az nem normális, ahogy viselkedsz. De hogy kellene viselkedni? Nem tudom! Akárhogy! De mit vársz? Azt, hogy felháborodjak, vagy csalódjak és keseregjek? Nem tudom, bármit, akármit, de ez így nem normális! De velem történt az! Mi? Én bujkáltam több értelmű helyzetekben, csavargattam az agyamat, egyeztettem időpontokat, álmodoztam, ő össze-vissza, nem te? Kétségbeesést vársz tőlem? Hát, ha valaki itt kétségbeesik, az nem lehet más, csak is te, Skultéti Gyula. Hát miért döbbentsen meg engem az az értesülés, hogy te nem olyan vagy, mint amilyennek mutattad magad? Hát ez neked hátrányos, nem? Hát sajnálom, de ebbe a vallomásba én nem tudom beleélni magamat. Te hallod egyáltalán, amit én mondok? De hallom, minden szót hallok, de miért nekem mondod ezt, Gyula? Ez Gyula, ez, hát mondd magadnak. Hát ebben engem nem rángatsz be, nem vagyok hajlandó. Na, mit buborékolj? Jó. És akkor? Akkor most mi lesz? Semmi. Hát részemről semmi újság. De most is ugyanolyan vagyok, mint voltam, csak
Csak néhány fröcskölő mozdulatban különbözöm a negyed órával ezelőtti magamtól. Hát, ha akarsz, maradhatsz, nézhetsz. Változatlan házastársak vagyunk. Irén, hiába képzelette azt, hogy a házasságunkat ugyanúgy vallomásomtól függetlenül tovább lehet folytatni. Mert én képtelen vagyok. Képtelen vagyok szabadulni a gondolattól attól, hogy te már tudsz a hűtlenségemről. Én mostantól egészen más embernek látlak téged. Már nem az én Irénkémnek, annak a réginek, aki... Mert most már tudsz mindent. Beszéljük meg ezt, Irén. Legyünk véresen komolyak. Én szakítok azzal a nővel, és folytassuk. Folytassuk másképp. Hát én nem fogom másképp folytatni. Csak is ugyanígy. Hát a jövőmnek teljesen közömbös a tervezett szakításod, mert a viszonyod, meg a vele kapcsolatos ködösítések számomra idegenek, szokatlanok. Hát én nem akarok megismerkedni velük, meg tudomást venni róluk. Hát ez érthető. Ezt ne felejtsd ki a számításból, Gyula. Mi ez az érintkezési szakadék? Mi? Mi ez? Hát ez egy nem normális reakció? Nem biza? De na ez is bizonyítja azt, hogy semmi között hozzám, semmi! Semmi! Tessék törődni vele! Tessék törődni velem! Egy feleség az társa a férjének, a baj közös! De hát ezt nem osztod meg velem, Gyula! Már 4 éve voltunk házasok, mikor közölte velem, hogy 6 éve van egy másik nő is az életében. Remélte, hogy ha majd megbocsájtok, talán szakíthat vele. Neki ez sem ment egyedül, ehhez is én kellettem. Miért vert át engem, mindezt miért, s mivel érdemeltem? Tarira, rarira, 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 rarira. Azt várta, sírjak, vagy keseregjek, vagy háborodjak fel. De semmi sem történt, még csak nem is szomorodtam el. Csak süllyedtem, áztam a kád vizében, és nagyot nevettem, hiszen tudtam, valahol sejtettem, hogy más lett ő, nagyon más lett, mint akit akkor 4 éve ismertem. Tarira, rarira, rarira, rarara, tarira, rarira, rarara. De kérdem én, velem történt az, hát én csaltam őt, s voltam ravasz. Kérdem én, velem történt az, én csaltam őt, s voltam ravasz. Csak ültem, s nevettem, meg sem döbbentem, hisz ő volt hűtlen, s nem én. Hát miért hatna rám, miért törné össze a szívem? Itt ült a gát szélén, a sötét szürke öltönyben. Én meg mesztelenül a vízben, s úgy éreztem, csak nevetni tudok már ezen. Hát nevettem. Már
4 éve voltunk házasok, mikor közölte velem, hogy 6 éve van egy másik nő is az életében. Körülbelül ez lett a vállókunk. Itt hagyta nekem meg a gyereknek a lakást. Évekig nem látta. Aztán följött, beszélt nekem, beleringatott a régi szórakozottságomba. Aztán elkezdtem nézni az asztalon levő kis körömollót. Ő is nézte, és féltünk egymástól. Gyorsan, mint a villám, felkapta. Én felugrottam, és kínkeservesen futni kezdtem a dagadt bokámmal. Jött utánam az ollóval! Annyira azért még eszemnél voltam, hogy bevágjam magam mögött az előszoba ajtót, sőt, még a kulcsot is elő tudtam kapni, és bezárni gyorsan a lakásban, mielőtt még odaér az első férjemet. Ezután az ajtón keresztül beszélgettünk kicsit. Kérte, hogy engedjem ki, vagy dobjam vissza neki a kulcsot a levélnyíláson. Ő vár, míg biztos távolságban leszek, csak azután jön ki. Ne félje, becsület szavára! Neked könnyű, nálad van a körömolló! Erre ő nevetve kedves bolondnak nevezett. Ezek után lebicegtem az utcára, pongyolába lestem a szembe lévő kapuhelyből, mikor jön már végre. Hát, elég hosszú idő telt el addig. Végre felbukkant a kapuban. Anyám kiengedte. Körülnézett, nem vett észre. Felhajtotta a kabátja gallériát, és elment. Visszamehettem. A hajam még akkor is nedves volt. S alig vártam, hogy leüljek. Remegve bekapcsoltam a hajszárítót, és a fejemre irányítottam a meleget megint. És akár hiszed, akár nem, folytatódott. Mintha skultéti félbe se szakított volna. A rezgetésem felerősödött, a hajam tűzforró lett, és akkor azt gondoltam, hogy... Nem. Először csak ennyit. Nem. Ezt a nemet az iménti magatartásomra értettem. És ezzel kezdődött újra. És itt a levél közepe, kedves testvérem. És mindenek közepe, ami velem történt, és történhet még. A hajam már valósággal lángolt, a gép zúgott, és különös megvilágosodást okozott nekem. Vagyok. Egyszer csak körülnézek, és látom, hogy van egy férjem, egy fiam, egy munkahelyem, egy érettségim, egy rokonságom, és a részvételem nélkül a kedve szerint játszódik le minden. Aztán csoda, hogy azt se tudom, honnan támad a félelmem, hogy megölnek egy körönvágó ollóval. Nem csoda. Négy oka lehet annak, hogy miért nélkülem játszódik le az, ami velem. Egy. A fentiekben említett kényességem, amivel nem vagyok hajlandó tudomást venni róla. Lásd, vállásom körülményei. Túl büszke vagyok a bekapcsolódáshoz. Eltekintek a körülményektől, és az eddigiek azt bizonyítják, ezt nem szabad. Kettő, gyáva vagyok. Tudom, hogy élni kell, és úgy látom, ehelyett nincs másik élet, de félek ettől. Mindent a látszat kedvéért csinálok.
Hasonlítani akarok, mint egy beépített kém, vagy valami idegen ügynök, aki már rég elfelejtette a megbízóit. Már nem is emlékszik rájuk. De azért még mindig csak az álcázással törődik. Házasságot kötök, gyereket szülök, esti iskolákba járok. Nehogy észrevegyenek, aztán közben se ott. 3. Azért vagyok ilyen, mert a világ ezt igényli tőlem. Hát így vagyok a legkényelmesebb a többieknek. Kezdetben nagyon tetszett nekem az az ötlet, mert nem akartam csak magamat okolni. Igen? Ezt várják tőlem. Hát minden simábban megy, ha ilyen vagyok, nem zavarok sok vizet. Skultéti felháborodott, amikor ráhagytam a kis piszkos ügyeit, de ez csak a forma kedvéért tette, illendőségből. Valójában örült a nem törődömségemnek. Tehermentesítettem vele. Ürügyet adtam neki. Váló okot. Hát, ha én nem töröm a fejem, neki se kell, és ezzel zajtalanul működhet tovább az egész nagy gép. Mi elválunk, az okok rejtve maradnak. A lakást én kapom, hogy ne bonyolítsuk. Mi se történt, csak egy gyerek született. És azt se tudni, mire. Ez csak kész lett. Itt van. Ahogy a gyerekek szoktak, általában is, mert szoktak, hát jól van. Örülök én neki. Nincs ebben semmi csodálatos. Van nekem méhem. Miért ne szülnék? Mindenem megvan. Miért ne élnék? És közben, ha az az érzésem támad, hogy kimaradok az egészből, a hibás én vagyok. És most merült fel a negyedik megoldás a forró hajam alatt. Méghozzá az, hogy ne személyeskedjünk. Ez itt nem az emberek összeesküvése, hanem a dolgoké. Hát a dolgok nem engedik, hogy helyesen nyúljunk hozzájuk. Nem engedelmeskednek a módszereinknek. Talán azért fröcsköltem le a vallomásába kezdő Skultétit, hogy Hesgyula, mert tudtam, hogy úgyse számít, amit mondani fog. Hát az eseményeknek nem kellenek a magyarázataink, és lám, igazam is lett. Mert kimaradtam valami érdekesből? Nem maradtam ki. Hát a volt férjem ugyanis azzal a nővel se kezdett semmi érdekesbe. Szakítottak, aztán megint összekerültek, aztán megint szakítottak. A jól ismert formákba sorra belebújtak. Kérdezhetnéd most, hogy akkor miért írok levelet neked mégis? Hát, mert nem kapcsoltam ki itt a hajszárítógépet. Bevallom, majdnem megtettem, de aztán hirtelen megijedtem. Ismét jelentkezni kezdtek a szokásos tünetek. Szórakozott lettem. Körülnéztem a szobába, és nem láttam semmit. Olyasmiket gondoltam, hogy az itt a legnagyobb baj, hogy vagy túl sokat látok, vagy túlságosan keveset. Hát, ha egyszer beindul a fejem, egy időben annyi okot és indítékot látok, hogy mindenről és mindenkiről számos változat és vélemény adódik. Túl sok ahhoz, hogy akár csak egy is megszilárduljon közülük. Hát nincs semmi biztos! Ha viszont ettől megijedek és leállítom magamat, mint most is csinálom éppen, akkor megint semmi közöm semmihez. Úgy látszik, sose tudom a határt. Pedig kéne lennie? Vagy nincs határ? Tényleg nem engedik a dolgok, hogy helyesen nyúljunk hozzájuk? Az átmelegedett fejem elszállt, és akkor megijedtem hirtelen. Nem szabad, nem szabad. Kezdjük onnan újból. Hogyha én nyakig vagyok ebben az életben, már pedig ugye nyakig vagyok.
Hát akkor változtatnom kell a hozzáállásomon. Mert az én helyzetem nem jó. Én elégedetlen vagyok magammal. Ez biztos. Ez az alap. És ettől tágítanom nem szabad. Na, akkor most hogyan? És itt kapcsoltam ki a hajszárítót. Velem ezentúl semmi sem fog véletlenül történni. Mondtam a szobabútorainak, és ezt üzenem neked is most. Törik, szakad, így lesz! Érted már? Érted már, hogy mi a különbség? Érted már, hogy hogy az a hajszárítás ketté választotta az életemet? És hogy te, múlt vasárnap, Gyömről, a te régi zavaros nővéredet nevetted ki. De olvasd csak tovább, kérlek, ne neves, ne legyinges, mert azt én is tudok. És mindkettőnknek rossz lesz, hogyha elkezdem én is. Ne haragudj ezért a mondatért, csak azért írtam le hirtelen, mert eszembe jutott, mit mesélt az az illető, aki volt olyan kedves, és átfáradt ide Visegrádra Gyömrőről, hogy elmondja, micsoda beszélgetést hallgatott ki múlt vasárnap, és akinek a kilétét úgyse fogom elárulni, hiába fogadsz majd. Dió. Soha nem is találgatott ki az. Úgy se jössz rá. Igen, igen. Tehát akkor a vasárnap délutánnál hagytuk abba, ugye, amikor sokat ittak. És a te első férjed elmondta azt a körömollós esetet, amin annyira nevettek. Na hát én ezek után ott hagytam őket, ha locsogjanak tovább. Hát igyák a borokat egyiket a másik után. Tehát este felé megint valami dolgom akadt a közelbe, miután azt elintéztem, hát megint a ház mellé vitt a kíváncsiság. Én nem tudtam mire vélni azt, amit ott láttam. Minden esetre véleményem szerint ez volt mindennek a teteje. Na, akkor határoztam el, hogy felkereslek, és beszámolok neked. Akkor már becsukták az ablakot, villanygyújtottak, sűrű volt a cigarettafüst. Skultéti Gyula pedig női ruhába öltözve ott állt a szoba közepén. Valószínűleg a testvéred nője Mari ruhatárából szerezték a kosztümöt, és támolygott a tenger sok italtól. Na, ezt látva a testvéred időnként az asztalra borult, annyira nevetett a mutatványon. Tararira, tarara, tararara, 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 tarara, tararara. Nézz mélyen a szemembe, légy huncut, mohókaján, mi lesz már, nincs mitől félne. Babá, lazá, pörgess csak meg a ruhán, a sminken jól áll. Életem, Csabikám, ó,
Csaba életem, Csabikámó én Csabám. Na és most kibontom a hajam, megrázom neked, milyen lágy és milyen sejmes, ugye a hosszú sötét barna, a te kedvenced. Életem, Csabikám, ó, én Csabám. Életem, Csabikám, ó, én Csabám. Bocsánat. Hát ebből én már pontosan tudom, hogy Skultéti engem utánzott múlt vasárnap lámpafénynél női ruhába. És te ezen nevettél annyira. Nagyon is tudom, hogyan folytassam, mégis elakadok. Ez a két öreg asszony megállás nélkül kocogtatja itt a kötőtőjét, és állandóan rám pislognak. De hát odakin esik az eső, a társalgó meg zárva van, máshova nem mehetek levelet írni. Csak nézem a papírt. Nem akarom látni. Nem akarom látni ezt a két szemüveges öreg asszonyt. Nem akarom. És ha nem akarom, menni is fog. Erre mérget vehetsz. De mindez nem is érdekes. Csak te figyelj, kérlek. Most elvezetlek addig a névig, hogy Csaba. A második férjem nevéig. Az utcán ismerkedtem meg ezzel a Csabával. 18 éves volt. Túlságosan fiatal, mondhatnád. Hát ebben a korban még kiszámíthatatlan és önző az ember, nem lehet alapozni rá. Én viszont azt mondom, hogy nekem éppen erre a Csabára volt szükségem. Mert azt ne felejtsd, hogy Csaba már a hajszárítás után bukkant fel a látóhatáron, ami azt jelenti, hogy már akkor, amikor én nagyon is pontosan tudtam, hogy mit csinálok és miért. Ezt is nevetségesnek tartod? Hát, ha ez a véleményed, hát te nem tudod, hogy milyen alapos változást okozott nekem az az este. Egészen más lettem. Nem állítom, hogy minden megoldódott az ügyeim, ha lett még jobban összezillálódtak. De én tartottam, és tartom is magam
ahhoz az elhatározásomhoz, miszerint igenis ellenőrzés alá veszek mindent, ami velem történik. Vége a tehetetlenségnek és az összes ócska önáltatásnak. Vége! Hát ez furcsa eredményeket hozott eleinte. Hát itt van például az, amit Skultéti is látott, amivel a beszámolóját kezdte Gyömrőn. Hónom alatt a spirálfüzetem. Benne az aznapi lecke. Megyek az esti iskolába. És akkor a Nagymező és a Majakovszki utca találkozásánál megver engem egy vadidegen férfi. Na, hát ezen az esetem, mint egy beteg lovon kimutatható az összes kezdeti nehézségem. Hát így nézd a dolgot, ne az első férjem butaságával, és mindjárt érthetőbb lesz minden. Tehát, megyek az utcán, oda jön hozzám egy férfi, és leszólít. Előfordul. Csak hogy én azonnal azon kezdtem el gondolkozni, hogy mi lehet bennem az, ami ezt a férfit rámuszította. Így okoskodtam, talán én is hibás lehetek. Lehet, hogy az látszik rajtam, hogy pár nappal ezelőtt én is szívesen megismerkedtem volna egy férfival, aki épp arra járt, amikor én a 7-es busz megállójában álltam. Hát új módszeremnek egyik kezdeti nehézsége volt, hogy ezen kezdtem el gondolkozni a helyet, hogy az adott helyzetre összpontosítottam volna. Aztán már hiába minden. Láttam rajta, hogy ez rövidesen meg fog ütni. Jóval hamarabb észrevettem, hogy ebből pofoszkodás lesz, mintsem a férfiben megszületett volna az elhatározás. Így hát bőven volt időm azon gondolkozni, mit évő is legyek. Azt gondoltam, üssön meg! Üssön meg, kérem! Gyerünk már, üssön már, csak játék, vártam, hogy játék legyen, de tudtam, hogy rajta múlik majd minden. Ő a pofozót játsza, és én lehetek, akit pofoznak. Kiült arcomra a gondolat, gyerünk már kérem, üssön már meg, ha mer, üssön, 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 ha mer, mi lesz már kérem, üssön, ha mer. Na, mi lesz már? Üssön meg, ha mer. Magamban kiásztam minden lapot, s a végén úgy döntöttem, a hibás én vagyok. Mindegy, hogy elfutok, vagy maradok, a fő baj én vagyok. Változtatni ezen már nem tudok, hát játsszuk végig a játékot. Gyere már, kérem, üssön már meg, ha mer, üssön, 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 ha mer. Mi lesz már, kérem, üssön, ha mer. Mi lesz már? Üssön már. Csak játék.
vártam, hogy játék legyen, de tudtam, hogy rajtam múlik majd minden. Ő a pofozót játsza, és én lehetek, akit pofoznak. Játék, hát játsszuk végig. Hát játsszuk végig a játékot. Na mi lesz már? Üssön meg, ha meg. Hát üssön meg. Csoda, hogy véresre verte a számot. De kicsit. De megérte azt a néhány pofot, hidd el. Elhatároztam, hogy erre van szükségem. És az elhatározásomhoz tartottam is magam. Legalább a formáján változtassunk annak a kicsi választéknak, amit az élet kínál, nem? Na, aztán arra gördült kultéti a Skodájával. A többit tudod. Ja, csodálkozva állapítottam meg, hogy mennyire fiatal. Meghívtam egy kávézóba a Népköztársaság útján. Rendeltem két kávét. Kiderült, hogy ez a fiú 18 éves. Bár többnek néz ki. Kérdeztem a nevét, közölte, hogy Csabának hívják. És ezzel el is jutottunk a második férjem nevéig. Elmondtam neki, mi történt közöttünk az imént a sarkon, és ő értette. Mondta, hogy ő is hasonlóképpen van az efféle helyzetekben is általában, és figyelmeztetett, hogy ez azért veszélyes, mert az ember eltévedhet az indítékok között. Aztán láttam rajta, hogy udvarolni akar, nem beszélgetni. És én elfogadtam az udvarlását. Hát gondoltam, üssük el az időt, hát ráérünk még az eszmecserére. Hát én is csak nő vagyok. És bevallom, ez hiba volt a részemről. De nem nagy. Nem nagy. Ja. Kezdek megnyugodni, kedves testvérem. Körbe pillantok itt a visegrádi szótüdülő szobájában, ahol ezt a levelet írom neked. Összenézek a kötőtűiket csattogtató öregasszonyokkal. És érzem, hogy nem zavarnak már. Úgy gondolom, hogy túl vagyok a nehezén. Értened kell az eddigiekből. A nagyját papírra fektettem már. És ha a fentiek elolvasása alapján is nevetni fogsz rajtam, hát én már nem tehetek semmit. Nem tehetek semmit? Én már nem tehetek semmit. Ennyi telik tőlem. És az nem elég? Hát én nem tudom, ki a hibás. Én megtettem mindent. Na. Igen. A teljesség kedvéért még ideírom a továbbiakat. Legyen teljes a kép. Lassan kimaradoztam az iskolákból az említett okok miatt. Különös hívójeleket láttam mindenen, a dolgok egymásra utaltak.
Mert öreg vagy, Irén. Nem tudod odaadni magad semminek, mondta Csaba, és ez elgondolkoztatott. Ő hamarosan hozzám költözött, és a második férjem lett, és azzal, hogy meghallgatott, és érdeklődést mutatott irántam, egyre csak ösztönzött az okok keresésére. Elmondtam mindent. Éjszakánként felébredtem, és a félbeszakadt álmaimból vontam le következtetéseket. Sorra vettem apát, anyát, felmentettem az egyiket, elítéltem a másikat, aztán fordítva. Megpróbáltam apánkról azt mondani, hogy rossz ember, aztán azt, hogy jó ember. Számoltam azzal is, hogy részeges volt, ivott, börtönbe került, stb. Aztán azzal is, hogy hát anyánkat én se bírom egy napnál tovább. Beszámítottam, hogy anyánk mennyit nélkülözött, aztán arra gondoltam, hogy de hát én nem véletlenül szöktem el annyiszor otthonról. Aztán azt gondoltam, hogy ezek olyan idők voltak. Nehéz idők. Senki se tehet semmiről, csak azok az idők. És ezt követően én megbocsájtottam azoknak az időknek. És minden időnek, ami csak volt és lesz, én felmentettem minden embert. Én megnéztem mindent, innen is, onnan is. És ezzel minden elfogadhatóbb lett ugyancsak magamról lett meg a véleményem. De csak változatok vannak. Jelentettem ki Csabának, és erre mondta ő, mert öreg vagy, Irén. Hát nem tudod magad odaadni semminek, nekem sem. És én őt is értettem. Öreg volnék? Hát nem baj, nem baj, nem baj. Akkor is jobb így, mint régen, amikor csak éltem bele a vakvilágba. De Csabának nem ez volt a véleménye. Nem jobb most. Az volt a jobb, mert önkéntelen volt. Én ezen már nem tudtam és nem is akartam eligazodni, csak mondtam, ami a számra jött. Te is ilyen leszel, Csaba. De ő ezzel se értett egyet. De nem ez volt a baj közöttünk, a házasságunk is mindig elakadt. Na, azt hiszem, elég lesz egyetlen példa, egy utolsó, és már is lezárhatjuk ezt az utolsó témát, a Csabát. Igen. Képzeld? Egyszer elveszítettem a lakás kulcsot, ami bárkivel előfordulhat. Nem? Csaba a gyerekért volt az iskolában. Hát gondoltam, megvárom a szomszéd utcában levő espresszóban. Leültem az egyetlen szabad asztalhoz. Apánk szerint csak akkor érdemes beülni egy ilyen szórakozó helyre, ha az ember ezzel azt kockáztatja, hogy többé sosem távozik onnan. Mindent elfelejt, és örökre eltéved az asztalok között a vendégseregben, ami lehet, hogy csak egy idézett valami ócska slágerből, minden esetre nekem eszembe jutott, amikor körülnéztem. Ott ültem nyugodalmasan, és belőlem minden izgalom eltűnt. Egyszerűen minden izgalomnak vége lett. Elszakadt. Ismét jelentkezni kezdtek a szokásos tünetek. Szórakozott lettem. Ott ültem. És elfelejtettem az összes személyi adatomat.
ami nagyon, de nagyon jó volt. Már záróra lehetett, amikor csak egyetlen társaság ült a helyiségben, és észrevettem, hogy ott ül közöttük Skultéti is, és erősen bámul. Na, ettől aztán teljesen magamhoz tértem. Ez mindig felbukkan? A tompaságomból egyszerre akkora izgalom lett, hogy az az érzésem támadt, hogy az első férjem megjelenése mindig valami nagy bajnak az előjele. Hát ez a Skultéti figyelmeztetéseket hoz magával, hát persze. Most is mi történik? Mi történik velem? Megint kezdődik a régi. Nem akarom. Nem akarom. Felugrottam és futottam hazáig. Nem szabad megint olyannak lennem, mint régen. Ki akarja, hogy olyan legyek? Mi akarja? Talán az, hogy látszólag semmi értelme az okok keresésének. Tehát én ezt előre tudtam, hogy nem lesz könnyű. Hát ezt nekem tudnom kell. Hát még akkor is van értelme, ha nincs értelme. Befutottam a házba, fel a lépcsőn. Az ajtóban már ott állt Csaba. Éppen el akart menni. Csak várjuk ki a véget, majd meglátjuk! Mit? Mit látunk meg, Irén? Ha? Mit látunk meg? Igen? Két lehetőségem van. Vagy megváltozom, vagy... Igen? Ilyen leszel te is, és akkor mindenki ilyen lesz. Csak várjuk ki a véget. Csapa, nagyon kérlek. Irén, én nem leszek a kísérleti nyulat. Nem vagyok benne.
nézd. Nem én, nem én, nem én. Én nem vagyok benne. Ez csak történik velem. De lehetsz te is ilyen. Ne menj el, maradj mellette, maradj még egy kicsit velem. Ez csak történik velem, te lehetsz te is ilyen. Ne menj el, maradj mellette, ne menj el, maradj végig velem. És a maga szempontjából igaza volt. Ezért nem is erősködtem tovább. Hát én örültem, hogy igazat tudtam adni Csabának, mert ez azt jelentette, hogy megint figyelembe tudom venni a mások szempontjait. Túl vagyok az utolsó krízisen. Az az illető, aki múlt vasárnap Gyömrön kilesett benneteket, felháborodva távozott a házatok elől, és mert tudta, hogy Visegrádon nyaralok éppen, átfáradt ide és megkeresett. Ne félj, nem mutattam neki, milyen rosszul esett, amiket hallottam. Csak megköszöntem szépen a fáradozását, és nem nyilvánítottam véleményt. Most lassan befejezem ezt a levelet. Vedd úgy, ahogy akarod. Még megírom azt is, hogy mi van itt. Van két asztal. Az egyiken írok. Van három ágy, az enyém az egyik. Az ablakon keresztül a fákra látni. Néhány lépésnyire innen kezdődik az erdő. A két idős szobatársnőm továbbra is a szobában tartózkodnak. Összeszokott pár. Ugyanabból a városból jöttek. És ugyanarról a munkahelyről utalták be őket. Közösen étkeznek, és képzeld, közösen olvasnak. Ugyanazt a könyvet, amelyikük a lap aljára ér bólint, és amikor a másik is bólint, akkor lapoznak.
Mindketten kiegyensúlyozottan és szenvedélyesen kötnek. Hosszú, hosszú sálakat, olyan hosszú sálakat, hogy az egy sima és az egy fordított csíkok kinyúlnak az épület folyosójára, ki egészen az üdülőkertjébe, be a fák közé is talán a végét lehetetlen megtalálni, mert az eltűnik a növények között, becsúszik a visegrádi erdőbe. A szemüveg lecsúszott mindkettejük orrán. Ezzel zárom is soraim. Csókol nővéred. Irén.